Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy velünk tartanak. Mai első vendégünk pedig Réczi Zsolt, a DK szóvivője, akit eredetileg lapszemlézni hívtunk. Azóta viszont maga is a hírek tárgyává vált. Jó reggelt kívánok, reggelt, mert hogy kitiltott ember lett önből, Kövér László tiltotta ki az országgyűlés épületét. Látom, hogy kétségben van és vettő. Mit követett el pontosan? Hát az az én nagy bűnöm, hogy az országgyűlés sajtótermében hétfőn Varjú László sajtótájékoztatója előtt elmerészeltem mondani három mondatban, hogy amit korábban egy órával elmondott Rogán Antal, hogy mégis nyitva lesznek a boltok vasárnap, azt gyorsan kommentáltam, majd elhagytam a sajtótermet, és mondtam, hogy a továbbiakban Varjú László áll rendelkezésükre egy másik témában. Ha jól értem, akkor ezzel az a probléma, hogy az érvényben lévő, már jó pár éve jövőben lévő szabályok értelmében az országgyűlés épületében csak azt tarthat sajtótájékoztatót, aki országgyűlési képviselő. Nem az épületben, nem az, hanem a sajtóteremben. Tehát ha mondjuk ha kirángattam volna az újságírókat és az operatőröket a folyosóra, arra a három mondatra, akkor minden szabályszerű lett volna. Akkor miért nem rángatta ki? Hát mert gondoltam, hogy ennyi belefér egy rész, másrészt pedig az emberben van kollegialitása a sajtó munkatársaival, hiszen én magam is az lennék, hogy nem rángatom ki az operatőröket. Pedig azt hiszem, a hivatalos indoklás is ez volt később, mint az ön büntetése ügyében, hogy ezt kellett volna tennie, hogyha ott hozzá akar fűzni bármit Varjú László sajtótájékoztatójához, akkor előtte-utána kihívja a folyosóra az újságírókat, és utána visszaengedi. Hát a dolog azért inkább gyerekes dolog Kövér László részéről, mert szerintem egy ilyen esetben egyszerűbb, hogyha ha már ennyire nem tetszik neki, ennyire zavarja az én három mondatom, akkor mi lenne, ha írtak volna egy levelet, hogy emlékeztetjük, hogy ez a szabály, ami szerintem egy ostoba szabály, hát miért ne tarthatna egy pár szóvivője sajtótájékoztatót az országház sajtótermében. De hát rögtön büntetnek, ez egy ilyen kormány, azonnal kitiltok, büntetek. Kövér László mostanában nincs olyan jó paszban, hiszen előző nap a jegyzőjét ordította le, meg beszólt valamelyik pártnak, ott lekiabált, tehát hogy úgy tűnik, mintha Kövér László nem lenne jó állapotban, vagy ha azt gondolta, hogy ezzel a DK-ba bele lehet folytani a szót, akkor... Ja, hát, hogy nem tévedt, az a baj, hogy ön szabályszeget, hanem az, hogy ő most nincs jó állapotban, és ezért az ez rosszkor érte ez a provokáció. Ha egyébként, ha már ugye lapszemle ügyében gyűltünk itt össze, akkor ehhez a témához is kapcsolódik mai hír, ugye azt már tudják a nézők is, mi is, hogy ki fognak nyitni vasárnap a boltok, de az nagy kérdés, hogy melyik vasárnaptól, mert azért az első vasárnapi nagyon kevés idő van. Most a Magyar Nemzet címlapjáról olvasom, hogy állítólag a Tesco 200%-os pótlékot ajánlott a hétvégi munkába állóknak, és ugye változó, hogy melyik áruházlánc tudja ezt megoldani, melyik nem. A Lidl például még biztosan nem nyit ki, a Spar és az Aldi esetében nincs döntés, a Tesco ugye meg fogja próbálni. Mit szól egyébként ehhez az egészhez? Hát egyrészt szerintem kiderült az igazság, a kormányt nem az emberek véleménye érdekelte, mert ezt korábban is lehetett tudni, hogy az emberek el akarják dönteni, hogy mit csinálnak. Itt most nem arról van szó, hogy mindenki vásárolni akar vasárnap, és mind az őrült el fog menni vásárolni, bár az első néhány vasárnap szerintem erről fog szólni, hogy ilyen megszállják az emberek a bevásárlóközpontokat, és ilyen mámorosan költeni fogják a pénzüket, de azt hiszem, ez be fog állni egy normális helyzetre. A probléma az, amit a kormány próbál csinálni, hogy el akarja venni a vasárnapi pótlékot az emberektől, mert azt gondolja, mármint a kereskedelmi dolgozóktól, mert azt gondolja, hogy ha már ki kell nekik nyitni a boltot, akkor megint, mint a Kövér László esetében az én büntetésem, most akkor jól megbüntetjük őket, és elveszük a vasárnapi pótlékukat. Ugye valószínűleg úgy fogják, hogy nem elveszik, hanem visszaállítják a törvény bevezetése előtti állapotot, amikor az a pótlék még kevesebb volt. Na jó, de hát ez milyen pitiáner dolog már megint. Tehát azért, mert elveszítettek egy politikai csatát, ezért még az utolsó pillanatban gyorsan belerugdalunk azokba, akik most vasárnap dolgozni fognak. Szóval az egész szánalmas. Persze van erre azt hiszem olyan magyarázat is, hogy elég sok pénzbe fog kerülni ez most az érintett áruházláncoknak, akik már ugye átalakították a működésüket, a létszámukat, stb. Az, hogy egyáltalán vasárnapra akkor fel kell venni új munkaerőt és így tovább, tehát hát valószínűleg nagyon nagy plusz teher lett volna, hogy mindezt még az időközben megemelt pótlék. Vannak ezeknek az áruházláncoknak felelős vezetőik, többségükben külföldi tulajdonosaik, és mind eldöntik, hogy kinyitnak-e vagy nem, és mind az emberek eldöntik, hogy elmennek-e vásárolni, vagy éppen kirándulni mennek. Tehát annyi történik csak, hogy az ellenzék elért egy sikert,
hiszen végre kinyitnak a boltok, tehát visszakapják az emberek a cselekvési szabadságukat, és majd eldöntik, hogy mit akarnak vele csinálni. A kormány meg ne büntesse azokat, akik vasárnap dolgozni fognak. Nézzük, hogy mi van még a Magyar Nemzet címoldalán, is írnak arról, meg ahogy elnézem, a Magyar Idők is címoldalon hozza ezt a történetet, hogy 100 milliókért adott tanácsokat az MBH-nak, annak idején az önök kormánya idején a Political Capital nevű cég. A Magyar Nemzet értelmezésében olyanokat írtak, hogy kiemelkedően fontos, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársai jól érezzék magukat a munkahelyükön, és elfogadják a vezetőket és azok döntéseit, és segítsék a hivatal által kitűzött célokat. A Magyar Idők pedig azt mondja, hogy hajmeresztő, olykor nevetséges javaslatokat terjesztett a Gyurcsány kormány idején a balliberális kötődésű Political Capital a polgári titkosszolgálat elé. Legalábbis ők így gondolták, miután átnézték a napokban nyilvánosságra hozott tanulmányokat. Tehát ő nyilván emlékszik erre, mit gondol? Tehát egyrészt nem emlékszem, mert nem dolgoztam a Nemzetbiztonsági Hivatalban. Nem, az ügyre emlékszem. Ja, hát arra igen, hogy a Political Capitalnek lehetett ilyen szerződése, de nem is az a baj, hogyha valamelyik cégnek, valamelyik kormánnyal van szerződése, az a kérdés, hogy van-e teljesítés. Hogy azok az anyagok, amiket megrendelnek, azok elkészülnek-e, kellően alaposak-e, és segítik-e a kormány munkáját. Tehát én abszolút egyetértek azzal, hogy akár ezt a korszakot is nyugodtan tessék vizsgálni, de hát ugyanez vonatkozik a mostani század végre és egyéb cégekre is. Tessék nyugodtan keresgélni és megvizsgálni, hogy minden rendben volt-e. Én ezt abszolút támogatom. Az úgynevezett század végiratokban belenézett, hogy bocsánat, hogy követte ezt a történetet, hogy a vs.hu perelte ki azokat az iratokat, és el is kezdték most már feldolgozni. Igen, hát úgy tudom, hogy több tízezer oldalról van szó összesen, amit majd valahogyan át kellene nézni, de mindesetre rendkívül tanúságos, ami eddig kiderül. Például számos helyen kiderül, hogy a kormány a saját magától fölkért cég javaslatával ellentétes javaslatot terjesztett be. Például azt olvastam, hogy még a boltzárat sem nagyon tartották támogathatónak. Tehát ugye mégis ott született egy politikai döntés. De ez nem baj, mert ha ez kutatható és nyilvánosságra kerülnek ezek a századvégi iratok, akkor az ellenzék számára is nagyon tanulságos információkhoz lehet jutni. Tehát akkor ezzel például nem az a probléma, hogy ne lenne valós teljesítése meglehetősen nagy összegű megrendelések mögött, hanem egyszerűen csak az az érdekesség, ami jogában áll egyébként egy kormánynak, hogy megrendeli ezt a szakértői háttérmunkát, majd másképp dönt, mint amit hát van egy tűrés határ, tehát meg lehet nézni, hogy oldalanként az körülbelül mennyibe került a magyar adófizetőknek. Hát azért nyilván, ha több tízezer forintba került egy oldalnyi tanulmány, amit az elnyert összeg és az elvégzett munka aránya, akkor ott nyilvánvalóan aránytalanság van. Ezeket kell megnézni, és hogyha szükséges, akkor a megfelelő lépéseket megtenni. Aztán 5%-ra mérséklődhet a tej, a tojás és a baromfi áfája, és Varga Mihály ezen kívül még azt is bejelentette, hogy mindenki léphet majd jövőre egyet, a jövő évi költségvetés biztosítsa, hogy nagyobb biztonságban legyenek a magyar állampolgárok. El is juttatták már a költségvetési tanácsnak a tervezetet, 10 nap alatt kell azt véleményezni. Kiemelt lesz az otthonteremtés és a gyermekvállalás támogatása, a reálkeresetek emelésének irányába tett lépések. Hát szerintem az a lépés, úgy látszik, hogy Varga Mihály olvassa a DK-sokat Magyarországa című programját, abban ugyanis ez a típusú áfa csökkentés szerepel, lehet, hogy miattunk neki javaslatot. A lényeg az, hogy szerintem alapvetően ez egy helyes irány, hiszen a 27%-os áfából rettenetesen nagy bevételei vannak a kormánynak, és bizony nagyon sokan éheznek ebben az országban, és tehát a célzott áfacsökkentés az mindenképpen segíthet, olcsóbbá tehet bizonyos termékeket. Szerintem ez alapvetően egy helyes irány. Az más kérdés, hogy 6 éven keresztül mi akadályozta, hogy ugyanezt az irányt megvalósítsák. Balogh Zoltán pedig 100 milliárdos fejlesztéseket jelentett be az egészségügyben és az oktatásban. Onódi Szűcs Zoltán, az egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, hogy jól látható béremelést kapnak majd az egészségügyi dolgozók jövőre. Hát ezt megígérték nekik már 2010-ben, 2011-ben, 2013-ban is talán, aztán nem történt semmi, de azt gondolom, hogy most már az egészségügy és az oktatás az Orbán kormány
két szégyen foltja marad, hiszen mind a két ágazatot gyakorlatilag sikerült tönkretenni. Elmentek az orvosok, elmentek az ápolók, várólisták hosszabbak lettek, az iskolákban brutális tandíjat vezettek be, nem véletlenül tanárok és orvosok tiltakoznak folyamatosan, tehát nyilvánvaló, hogy most megpróbálnak valamit menteni, hiszen érzik, hogy egyre nagyobb a politikai és a civil lázadás az oktatás és egészségügyi politikájukkal szemben. Tehát amikor az emberek halni mennek a kórházba, és most már minden nap meghal egy beteg kórházi fertőzés miatt, és nincs gumikesztyű a sotén, hogy a vizsgálatokat elvégezzék, akkor most megpróbálnak előrukkolni egy kis fizetésemeléssel. Hát szerintem a baj nem csak a pénz hiány, vagy a fizetés hiány, hanem az, hogy az egész koncepció, amit eredetileg kitaláltak, az nem működik, és tönkretette az oktatást is. Ide kapcsolódik egyébként a Népszava cím oldaláról is tudhatjuk, hogy összeérnek most a tiltakozások, hogy erre utalt az előbb. Pénteken az egészségügyiek, jövő héten a szociális dolgozók csatlakoznak majd. És holnap a demokratikus koalíció is részt vesz a demonstrációkon. A magyar, vagy a Népszabadság cím oldaláról pedig megtudhatjuk, hogy extra profitot hozott egy cseh cégnek a magyar gépbeszerzés. A Népszabadság tudta meg, hogy mi történt, ez egy viszonylag új történet, még én sem olvastam teljes terjedelmében, de ha jól értem, arról szól, hogy háromszor annyiért vett 5 használt helikoptert a belügyminisztérium egy cseh cégtől, mint amennyiért azok korábban megvásárolták Németországból, német baden-württembergi tartomány belügyminisztériumától ugyanezeket, 2,7 milliárd forintot kerestek rajta. Ha hát akkor igen. Ezt hívják korrupciónak, és remélhetőleg lesz egyszer még Magyarországon olyan ügyészség, amelyik ezt azonnal és hivatalból kivizsgálja. Polt Péter idején ez nyilván nem fog megtörténni, hiszen őt azért ültette oda Orbán Viktor, hogy még véletlenül se nyomozzanak egyetlen fideszes ellen se, vagy egyetlen Orbán kormánytag ellen, de hát majd lesz egyszer egy olyan kormány, amelyik ezeket a vizsgálatokat el fogja végezni, és remélhetőleg mindenki el fogja nyerni egy ilyen korrupciós ügyben a megfelelő büntetést. De azt persze még nem tudjuk, hogy ez egy korrupciós ügye. Hát, minden ha többért vásárolták, vagy többért vásárolták meg, mint azok megvásárolták. Többért adták el a magyaroknak, mint amennyiért megvették a németektől, tehát ez kétségkívül egy érdekes történet, részleteket olvashatnak róla. Nehezen hiszem, hogy ennyire hülyék lettek volna. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.